Kórházfejlesztés. Megújult környezetben korszerű körülmények várják a járóbetegeket Kisvárdán a Felső-Szabolcsi Kórházban. Közeleg a határidő. A csődbe ment Astra biztosító ügyfeleinek szeptember 30-áig kell dönteniük arról, hogy október 1-i kezdettel átszerződnek-e másik biztosítóhoz. Vízszint szabályozás. A mélyártéri területek vízellátása biztonságosabbá, kiegyensúlyozottabbá válik, így lehetőség lesz a mezőgazdasági területek vízpótlására is, a cigándi Tisza-Karádi árvíztározó területén. Megújult környezetben korszerű körülmények várják a járóbetegeket Kisvárdán a Felső-Szabolcsi Kórházban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A több mint 3,5 milliárd forint összértékű uniós és hazai támogatású kórházfejlesztési beruházás eredményeként létrejövő infrastruktúra magas technikai színvonalú környezetet teremt, így a betegellátás is komfortosabb környezetben valósulhat meg. Több mint 87 ezer embert lát el a Felső-Szabolcsi Kórház, amely központi szerepet tölt be a térségben. Az intézmény azon kevés kórház közé tartozik, amelynek nincsenek elmaradt szállítói tartozásai vagy éppen likviditási gondjai. Most egy uniós projektnek köszönhetően intenzív osztályt, központi műtőt, sterilizálót magába foglaló új központi technológiai tömböt építenek, és komfortosabb környezetbe, a régi hotel épületébe került a központosított járóbeteg szakellátás. Jelenleg a járóbeteg szakrendelők átadása megtörténik, szakrendelőben már 10 rendelőben normális körülmények között viszonylag a mai kor követelményeinek megfelelően tudjuk fogadni a betegeinket, az eddigi zsúfolt elhelyezésekkel szemben, valamint a radiológia is átadásra került. A projekt sajtótájékoztatóján elhangzott, Kisvárdán az elmúlt időszakban közel 9,6 milliárd forint pályázati forrás érkezett. A Felső-Szabolcsi Kórház több elemből álló beruházása szintén hozzájárul a város és a térségben élők egészségügyi színvonalának növekedéséhez. Kisvárdát büszkeséggel tölti el, hogy ekkora beruházás megvalósul 3,5 milliárd forintból. Egy korszerű létesítmény épül, egy korszerű technológiai tömb, ahol a betegek kiszolgálása, azt kell, hogy mondjam, európai szintű lesz. Kisvárdi büszke arra, hogy a kórház továbbra is központi szerepet tölt be a térségben, fejlődik, folyamatos projektek indulnak, úgyhogy csak gratulálok a kórháznak. A több mint 600 férőhelyel és ebből közel 400 aktív ágyjal rendelkező egészségügyi intézmény beruházása az év végéig fejeződik be. A kórház következő projektjében 1200 napelemet helyeznek üzembe, amelyel a létesítmény energiafelhasználásának 25%-át tudják majd biztosítani. A csődbe ment Astra biztosító ügyfeleinek szeptember 30-áig kell dönteniük arról, hogy élnek-e a román tulajdonban lévő biztosító által felajánlott lehetőséggel, és október 1-i kezdettel átszerződnek-e más hazai biztosítóhoz. A társaságnak mintegy 160 ezer kötelező gépjármű felelősség biztosítási, 20 ezer lakás biztosítási és 10 ezer kaszkó biztosítási ügyfele volt Magyarországon. A távozó ügyfeleknek szerdáig kell új biztosítót választaniuk és visszaküldeni az Astra részére az ehhez szükséges, a szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló nyilatkozatukat. Ezeket az Astra elviekben már postázta az ügyfelek részére. Az Astra biztosítós ügyfeleknek szeptember 30-áig van lehetőségük arra, hogy megszüntessék közös megegyezéssel a biztosítási szerződésüket. Az MNB is azt a javaslatot tette, hogy döntsenek amellett az ügyfelek, hogy váltsanak biztosítótársaságot, hiszen a kárrendezési folyamatot ez meg fogja segíteni. Október 1-től pedig új biztosítási szerződést kell kötniük, nagyon fontos, hogy betartsák ezeket a dátumokat, hiszen ha valaki fölmondja 30-ával, de nem köti meg 1-ével, fedezetlenségi díjat kell fizetni, ami elég magas összeget tehet ki. Piaci becslések alapján az Astra csőd után fennmaradó kárigények elérik majd a 4 milliárd forintot. Ebben nem csak a kötelező felelősségi és egyéb vagyoni károk, hanem a személyi sérülések, a súlyos balesetek élethosszig fizetendő járadékai is beletartoznak. Szeptember 16-a óta átvette a Mabisza kárrendezési folyamatot, hozzájuk kell benyújtani a kárigényeket, megvan adva egy e-mail cím, oda kell elküldeni a baleseti bejelentőket. Ez már magyar nyelven is elérhető, amelyet le lehet tölteni az MNB honlapjáról is, vagy az Astra biztosító oldaláról. Konkrét esetünk is van már, károkozás történt, Astrás volt az okozó, Astrás volt az elszenvedő ügyfél, hétfőn bejelentettük a Mabiszhoz, és szerdán már keresték az ügyfelet, tehát azt tapasztaljuk, hogy elég dinamikusan halad a kárrendezési folyamat.
Mint azt Gyeskó Antal Viktória elmondta, az október 1-től köthető biztosítások díjai jelentősen emelkedtek az Astra díjaihoz képest, nagyságrendileg éves szinten átlagosan 3-4 ezer forinttal kell többet fizetniük a kötelező gépjármű felelősség biztosításért az átszerződő ügyfeleknek. Végéhez közeledik a tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Bodrog közben, a Cigendi-Tisza-Karádi árvíztározó területén. Az újonnan épített létesítmények révén a mélyártéri területek vízellátása biztonságosabbá, kiegyensúlyozottabbá válik, így lehetőség lesz a mezőgazdasági területek vízpótlására is. A beruházásra 1 milliárd 814 millió forint uniós támogatást fordítanak, hangzott el a mai terepbejáráson. Az első között a Cigándi árvíztározó épült meg a Tisza felső szakaszán még 2008-ban. Azóta nem volt szükség arra, hogy a tározót megnyissák, hiszen szerencsére azóta nem volt nagyobb árvíz, hangzott el a terepbejáráson. A Cigánd és Tiszakarádi árapasztó tározó területén a táj vízháztartási egyensúlyának javítását és helyreállítását szolgálják az új beruházások. Mintegy 34 kilométer társulati csatorna rekonstrukciójára került sor, 14 kilométer depónia épült, 32 vízkormányzó műtárgy került kialakításra a depóniákban, illetve hát beszerzésre került mintegy 100 millió forint értékben a létesítmények fenntartásához szükséges gépek, így rézsőkassa, kotró, gyakorlatilag földmunkagép, pontosan annak érdekében, hogy hosszú távon működtethető legyen a rendszer. A Tisza kisvizes időszakában a mezőgazdasági területeken vízhiány van. Az új vagy felújított létesítményekkel a vízpótlást, víz visszatartást is el lehet érni. A komplexitását az adja a beruházásoknak, hogy azért látszik, hogy azért egy a klímaváltozás hatásait ellensúlyozni kell. A klímaváltozás hatásait ugye nyilván a tekintetben, hogy szélsőségesebb a Tisza vízjárása, vagy folyóink vízjárása, hevesebb, tartósabb, magasabb árhullámok, illetve adott időszakban kisvizes idős, hosszú időn keresztül tartó kisvizes időszakok alakulnak ki, ezt nyilvánvalóan valamilyen úton módon kompenzálni kell. A vízpótlás mellett csapadékosabb időben vízszint szabályozás is végezhető a kiépülő rendszerekkel. A projekt hozzájárul a hasznosítható vízkészlet mennyiségi és minőségi megőrzéséhez, a talaj vízraktározó képességének javulásához is. A Bodrogközi víz- és tájgazdálkodási beruházásra 1 milliárd 814 millió forint uniós támogatást költenek ez év őszéig. Egy személy sérült meg abban a balesetben, amely ma délelőtt történt Nagykálló és Nyíregyháza között nagyszállásnál. A baleset szemtanúja a következőképpen látta a történteket. Kis teherautó Nagykálló felől érkezett, elég nagy sebességgel 60-as tábla záróvonal mellett közlekedtek. Szintén Nagykálló felől érkezett egy Ford személygépkocsi, körülbelül 100-zal elkezdte ellőzni záróvonalon keresztül, az ellőzést nem tudta befejezni, a kis teherautó oldalának ütközött, az oldalát megdobta, és az árognak a fejtetőre állt a kocsi. Egy sérült volt a kocsiba, értesítettek a mentőt, rendőrséget. Székelykaput avattak Tarpán egy testvértelepülési megállapodás alkalmából. A további részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Vasárnap rajtol a bajnokság a női kosárlabda amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában. A nyári szünetben három új játékost igazoló nyíregyházi kosársuli a nyitó fordulóban Miskolcon a DVTK második csapata ellen lép pályára. Győzelemmel mutatkozott be a nyíregyházi Ezüst Csikó együttese a futsal NB2 keleti csoportjában. A bajnokság harmadik fordulójában a megyebeli osztálytárs Csenger ellen 8-7-re nyert a fennállása első tétmeccsét játszó nyíregyházi gárda. Minden évben, szeptember végén rendezik meg Tarpán a szilvából készült ételek hagyományőrző fesztiválját, a Szatmár-Beregi Szilvanapokat. Az idei rendezvény kiemelkedő eseménye volt annak a székelykapunak a felavatása, amelyet Tarpa és az erdélyi Zágon község testvértelepülési megállapodása alkalmából avattak fel Tarpa főterén.
A Kovászna megyei Ácsok által kifaragott székelykapu a két település együttműködésének a jelképe, és minden magyar számára a határon innen és túl a nyitottságot és az összetartozást szimbolizálja. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a székelykapu átadásán az egybegyűlteket Kis Miklós Zsolt agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkár. Egy ilyen székelykapu átadásakor mindig a jelképeket keresünk, mit is jelképezhet egy ilyen székelykapu. Azt gondolom, aki ismeri a magyarság történelmét, az pontosan tudja, hogy a magyarok azok a Kárpát-medencében milyen jelentős történelemmel bírnak, és bizony, bár annak ellenére, hogy a történelmünk kettészakított nemzeteket, kettészakított térségeket, ezt mi soha nem fogjuk felejteni, és azok a barátaink, testvéreink, akik Erdélyországban, jelen esetben Zágon településen élnek, azok a tarpaiakkal kiváló kapcsolatot ápolva nem felejtik a közös történelmet, és ezen a közös történelmen alapulva, a keresztény múltunkon alapulva megteremtik újra azokat a kapcsokat, amelyek eddig is ugyan összekötöttek minket, de egy ilyen kapuval akár egymás szívét is megnyitva, egymás lehetőségét is megnyitva újra fel tudjuk fedezni egymást. A testvér települési megállapodás ötletét a két község történelmi kötődése adta, hiszen Tarpa a Rákóczi hagyományok ápolásáról híres, Zágon pedig Mikeskelemen szülőfaluja. Sok fárasztó éjszakán keresztül a képviselőtestülettel döntöttük el, hogy mi legyen az a szimbólum, amely ezt a két települést összekötheti, és ne csak egy száraz papír aláírása legyen a történetben, hanem valamilyen eseményhez, valamilyen indítóval kezdjük ezt a nagyon komoly szándékú együttműködési megállapodást, és ezért döntöttük úgy, és polgármester úr nagyon készséges volt, és az ágoniak is, hogy mi lenne, ha szimbolikusan felállítanánk egy ilyen székely kaput Tarpa központjába, főterébe, és így jutott a választás nyilván ennek a kultúrközpont főbejáratának a ékessége legyen ez a székely kapu. A 12. alkalommal megtartott szilvanapokon két tarpai születésű lakos kitüntetést vehetett át helyben végzett értékteremtő munkájáért, Sesták Oszkártól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökétől. A 2015-ös év fája a Kocsányos tölgy, ezt is megtudhatták azok, akik az Erdők hete alkalmából a Nyíreddő ZRT nyíregyházi programjához kapcsolódtak. Az érdeklődők az erdészek munkájával is megismerkedtek, a makvetéstől egészen a fa felhasználásáig. Szilárdság, erő, keménység, ezek jellemzik a 2015-ös év fafajának választott Kocsányos tölgyet, amelyről ma közel 40 iskolás óvodás csoport hallhatott a sóstói erdőben. A helyi erdei iskola vezetője elmondta, az erdőnek közel 70%-a Kocsányos tölgy. A mak az a termése a fának, nagyon jó. Ez a mak hosszú nyílen lóg, látjátok ezt a hosszú szárát? Ezt nevezzük Kocsánynak. Tehát ettől Kocsányos tölgy a Kocsányos tölgy, mert vannak a hegyekben olyan fák, ahol a mak, a termése rögtön rajta ül az ágon. Az a Kocsány talantölgy, ez a bükkben, a mátrában és a hegyekben élő fákra jellemző. Itt az alföldön, meg itt a homokon, nálunk a nyírségben Kocsányos tölgy van. A gyerekek és kísérőik erdei sétájuk alatt több állomásnál megálltak, valamennyinél tanultak valamit az erdőről és az erdészek munkájáról. A mai napot a tavalyi évhez hasonlóan hirdettük meg, hogy a jelige az, hogy fedezd fel az erdőt az erdészekkel. Egy olyan programot indítottunk el a tavalyi évben, amit ma is folytatunk, hogy itt a sóstói erdőben a tornapályáról indulva egy öt állomásos kis túrát tesznek a gyerekek, csoportok, és az öt állomáson különböző erdőgazdálkodási munkafolyamatokat nézhetnek meg, beszélhetnek róla a kollégák, erdész kollégák segítségével. Ennél az állomásnál azt nézték meg a gyerekek, hogy a kitermelt, kidöntött fákat hogyan szállítják, valamint hogy hogyan, milyen elvek alapján vágják azokat fel. Ezután sorolják be a felvágott fadarabokat, hasábokat, ipari fának, cölöpfának vagy például tűzifának. Már négy állomáson voltunk, és egészen a facsemetétől a fa kitermelésig megnézhettük az erdőben történő dolgokat. Nagyon érdekes volt, és talán most ez a vége, a kitermelés tetszett nekem a legjobban, ahogy itt megmutatták, hogyan szedik le a teherautóról, és hogyan vágják össze, és mire használható, ugye, azt is nagyon-nagyon érdekes volt.
Az erdészeti igazgató arra is felhívta a gyerekek figyelmét, október 3-án ismét ingyenes rendezvényt szervez a Nyírerdő ZRT a Nyíregyházi erdei tornapályánál, színpadi előadások, erdei futás, vadpörkölt kóstolás és vadászkutya bemutató is lesz szombaton. Vasárnap rajtol a bajnokság a női kosárlabda amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjában. A nyári szünetben 3 új játékost igazoló nyíregyházi kosársuli a nyitó fordulóban Miskolcon a DVTK második csapata ellen lép pályára. A legutóbbi szezonban az 5. helyen végzett az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli együttese. A nyári szünetben Tóth Kitti, Földesi Vanessa és Sándorfi Dóra távozott, helyükre Popenko Alexandra, Lizák Kitti és Fekete Dóra érkezett. Az NKS egy hetet edzőtáborozott Csengerben, és 2 felkészülési meccsen léptek pályára Farkasinszkijék. Azt gondolom, hogy egy jó alapozást tudhatunk magunk mögött. 2 felkészülési mérkőzést játszottunk a szlovák másodosztállyal, illetve itthon a szolnoki csapattal, mind a kettőt sikerült nagy arányú győzelemmel eszközölnünk, és tényleg jól ment a játék mindenkinek, egy futós-pörgős játékot tudtunk játszani. Úgyhogy remélem, hogy ez a bajnokságban is így lesz. A nyíregyházi kosársuli a nyitófordulóban az NB1-es DVTK második csapatának vendégeként lép pályára. A DVTK-hoz elutazni az mindig egy ilyen kérdőjelet kell, hogy fölvessen számunkra. Tehát ugye most tudjuk, hogy hétközben játszanak egy bajnoki meccset, és majd a következő héten szombaton. Tehát itt valószínűsíthető, hogy az ás keretből szinte minden játékos, akinek csak lehet, az le fog játszani. Tehát eleve úgy kell nekünk neki indulni ennek a mérkőzésnek, hogy egy nagyon erős harci csapattal fogunk szembenézni. Hogyha mindenki játszik, akkor az ás keretből 6 játékos fog lejátszani a B-ben, ami azért nem kevés. Tehát nekünk ennek megfelelően kell, hogy készüljünk erre a mérkőzésre, meg is tesszük. Innentől kezdve az azért, hogy ha véletlenül aztán mégse így állnak föl, akkor szerintem kellemes meglepetésként fog bennünket ez élni, de teljes előadással készülünk erre a mérkőzésre, és mindenféleképpen megpróbálunk nyerni. A nyíregyházi kosársuli csapatát hazai környezetben először október 11-én a Szeged ellen láthatják a nézők. Győzelemmel mutatkozott be a nyíregyházi ezüstcsikó együttese a futszal NB2 keleti csoportjában. A bajnokság 3. fordulójában a megyebeli osztálytárs Csenger ellen 8-7-re nyerte a fennállása első tétmeccsét játszó nyíregyházi gárda. Több szempontból is rendhagyó volt az NB2 keleti csoportjának 3. fordulójában lejátszott mérkőzés. Először lépett pályára ugyanis tétmeccsen a nyáron alakult nyíregyházi ezüstcsikó, amely ráadásul a megyebeli osztálytárs Csenger ellen mutatkozott be. A vendégek 2 győztes meccsel és 37 szerzett góllal a hátuk mögött érkeztek a Bencsiskola tornacsarnokába, ahová 50 szurkoló is elkísérte őket. Az első félidő 4-2-es hazai vezetéssel zárult. A második játékrész elején ellépett az ezüstcsikó, a Csenger azonban kisbüntetőkkel felzárkózott, de a nyíregyháziak 1 gólt meg tudtak tartani előnyükből. Nyertünk akkor ilyenkor jó a meccs, azért nekem voltak bajaim, mert a mi higgadtabban játszunk, akkor ez könnyebben eldőlhetett volna ez a meccs. Pont a Szilágyi Sanyi sajnálom, mert a szülinapja volt, és nem akartam neki ilyen rossz emlékeket, de hát ez is egy jó emlék, nem neki? Tehát egy ilyen szempontból. Azt mondom, hogy a meccsbe, ha higgadtabbak vagyunk visszatérve arra, akkor gólokat rúghattunk volna. A Csenger nagyon jó akaraterőből, nagyon jó szurkoló gárdával jött, és visszajött a meccsbe többször, amikor már 3-mal elmentünk, vissza tudott jönni. Szerintem ez egy jó hírvevő volt a nyíregyházi közönségnek ez a meccs. A csengeriek edzője érthetően csalódott volt a mérkőzés után, amelyen nem a megbeszélteket látta viszont csapatától a pályán. Tudtuk, hogy egy nagyon motivált csapat ellen fogunk játszani, hiszen ezüstcsikónak az első mérkőzése volt az NB2-ben. Azt tudtuk, hogy nem egy olyan lelkes kis amatőr csapattal fogunk játszani, mint a gödöllői fiatal emberek 2 héttel ezelőtt, hiszen ha más nem, akkor Kis János edző személye garancia arra, hogy Nyíregyházán valami elkezdődött, és ebből biztos, hogy jó dolog fog kisülni. Nagyon nehéz erről a meccsről beszélni, én azt hiszem, mert vegyes érzelmek kavarognak bennem. Rettenetesen rosszul játszottunk, nagyon rossz felfogásban játszottunk, megbeszéltünk egy taktikát, amit nem tudtunk megvalósítani. Le akartuk támadni az ellenfelet, hát ez a letámadás ez rettenetesen nem sikerült, mert langyosak voltunk, álmosak voltunk, ütemtelenek voltunk. Tudtuk, hogy kik a meghatározó játékos az ellenfélnek, hagytuk őket játszani, hagytuk őket átvenni a labdát, hagytuk őket cselezni. A következő fordulóban a nyíregyházi ezüstcsikó a listavezető Kincsem Lovaspark csapatához látogat, a Csenger pedig a Reac Sportiskola együttesét fogadja. Híradunk végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer röviden.
Megújult környezetben korszerű körülmények várják a járóbetegeket Kisvárdán a Felső-Szabolcsi Kórházban. A több mint 3,5 milliárd forint összértékű, uniós és hazai támogatású kórházfejlesztési beruházás eredményeként létrejövő infrastruktúra magas technikai színvonalú környezetet teremt, így a betegellátás is komfortosabb környezetben valósulhat meg. A csődbe ment Astra biztosító ügyfeleinek szeptember 30-áig kell dönteniük arról, hogy élnek-e a román tulajdonban lévő biztosító által felajánlott lehetőséggel, és október 1-i kezdettel átszerződnek-e más hazai biztosítóhoz. A társaságnak mintegy 160 ezer kötelező gépjármű felelősségbiztosítási, 20 ezer lakásbiztosítási és 10 ezer kaszkó biztosítási ügyfele volt Magyarországon. Végéhez közeledik a tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Bodrog közben a Cigándi-Tiszakarádi árvíztározó területén. Az újonnan épített létesítmények révén a mélyártéri területek vízellátása biztonságosabbá, kiegyensúlyozottabbá válik, így lehetőség lesz a mezőgazdasági területek vízpótlására is. A beruházásra 1 milliárd 814 millió forint uniós támogatást fordítanak, hangzott el a mai terepbejáráson. A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden. A legfrissebbekkel szerda este jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, hűvös, szeles időre számíthatunk. Egy anticiklon peremén északkelet felől egyre szárazabb, és még a mainál is 1-2 fokkal hidegebb levegő érkezik fölénk. Éjjel kiderül az ég, csapadék nem lesz, sokfelé szeles marad az idő, a szélvédett helyeken pedig erősen lehűl majd a levegő. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos, száraz, szeles időre számíthatunk, de gomoly felhők képződnek majd a nap folyamán. Délutánra 15 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, éjszaka pedig már hidegebbnek érezhetjük majd a levegőt az északkeleti szél miatt. Hidegfronti hatás van térségünkben. Október első napjai az ország nagyobb részén napos időt hoznak, csak kisebb körzetekben lehet átmenetileg felhős az ég, csapadék azonban sehol sem lesz. A szél mindenütt mérséklődik, emiatt szokatlanul hideg éjszakákra számíthatunk. Napkelte előtt többfelé várható talajmenti fagy, sőt a fagyzugos helyeken még 2 méteres magasságban is lehet -1-2 fokos a hideg. A hét második felében fokozatosan erősödik majd a nappali felmelegedés.